Nemrég érkeztem meg a Balaton déli partjára, ahol Kápolna Lackó barátommal közösen fogunk végighorgászni az elkövetkezendő héten. A múlt héten egy erőteljes felmelegedés kezdődött, szinte minden nap 20 fok feletti hőmérséklettel, szikrázó napsütéssel, és bízom abban, hogy az elkövetkezendő héten is ez kitart majd, és jótékony hatással lesz a halakkapó kedvére is. A hét közepére meginvitáltam Hamvasi Miki barátomat, aki a Balatoni Halgazdálkodás Nonprofit ZRT-nél dolgozik, és szeretnénk neki pár olyan kérdést feltenni, amelyek engem is mindig foglalkoztatnak, mindahányszor a Balatonra jövök horgászni. Gondolok itt arra, hogy lesz-e szabad helyem, hol horgászhatok, milyen körülmények között horgászhatok, milyen szabályok mellett horgászhatok, vagy éppenséggel lebontatják-e velem a sátramot, és így tovább, és így tovább. Bízom abban, hogy Miki ezekre a kérdésekre megadja a választ, és jó pár kételyt eloszlat majd, hogy mindannyian, akik a Balatonra jövünk pontra horgászni, nyugodt szívvel tegyük azt. Úgyhogy érdekel benneteket a kérdésekre a válasz, illetve kíváncsiak vagytok arra is, hogy Lacival miként veszünk az akadályokat az elkövetkezendő héten, akkor tartsatok velünk! Mint ahogy a videó elején említettem, eljött hozzánk Hamvasi Miki, aki megpróbál egy pár választ adni nekünk olyan kérdésekre, ami a balatoni pontyhorgászatot illeti, és bennem is mindig motoszkálnak, mindahányszor a Balatonra jövök horgászni. Szia Miki, üdvözöllek! Sziasztok, köszöntelek benneteket! Szia! Mint magamfajta egyszerű pontyhorgász is, a Balatonra szeretnék jönni horgászni. Mik azok az első lépések, amelyeket meg kell tennem, mi ennek a módja, és hogyan kezdjek neki ennek az egésznek? Az első, hogy próbáljunk minél több információt gyűjteni a vízről, a horgászati szokásokról, illetve a szabályokról. Behúzós ponthorgászatról fogunk ugye beszélgetni, tanulmányozzuk át a behúzós horgászrendet, amit a Balatonon érvényben van, illetve be kell szereznünk az állami jegy mellé a behúzós területi jegyeket is. Ebből kétfélét kínálunk a pontyhorgászoknak, az egyik egy 72 órás időtartamú, a másik pedig egy heti jegy. Lényegében én mindig egy kicsit elébb megyek a dolgoknak, gondolok itt arra, hogy akárhányszor jövök, pedig már idestóva 5 éve járok ide, egy kicsit elébb megyek a dolgoknak, és kicsit puhatolózok, tényleg megvannak már a megfelelő médiumok, és tényleg mindenhol elérhető, hogy mik azok a dolgok, amit meg kell tennem, hova tudok menni horgászni, milyen körülmények között tudok oda menni horgászni, és egyáltalán lebontatják velem a sátramat, vagy éppenséggel oda lerakhatom. Tehát ilyen kérdéseket egy kicsit boncolgassunk tényleg. A médiumokról beszélve, például a Facebook ugye napjainkban az a legmeghatározóbb internetes felület, úgymond, van több Facebook csoport, ami kifejezetten a balatoni ponthorgászattal foglalkozik, ott is tudunk információkat gyűjteni, tehát természetesen hozzánk, társaságunkhoz, a Balatoni Halgazdálkodáshoz is nyugodtan lehet telefonálni, e-mailt írni, vagy telefonon érdeklődni horgászati szabályokkal, vagy lehetőségekkel kapcsolatban, de mi most kezdésnek a partszakaszokról fogunk beszélgetni, hogy mégis hova ülhetünk le horgászni. Tehát milyen lehetőségek? Mik a lehetőségek, igen. Három fő lehetőség van, úgymond. Az első, bojdibalaton.hu oldalt minden Balatonra érkező pontyhorgásznak ismernie kell. Egyrészt a privát helyek foglalását fontos megnézni, ott vannak előre foglalható, kijelölt behúzós horgászhelyek. Itt az a lényeg, hogy minden feltétel adott, ami egy többnapos horgászathoz szükséges, tehát
le van egyeztetve a sátorozás, felállíthatjuk a sátorunkat nyugodtan ezen a lefoglalt helyen, van áramvételezési lehetőség, van illemhely és zuhanyzó használati lehetőség is. Tehát itt csak annyit foglalunk, érkezünk, tecázunk. A második pedig... Tehát önmagában ez a legegyszerűbb módja, ezt igen, gyakorlatilag a módja. És ezekről a helyekről fontos megemlíteni egyébként, hogy dolgozunk... Én is voltam ilyen helyen. Hogy dolgozunk, igen, hogy dolgozunk azon, hogy minél több ilyen legyen, tehát Balaton szerte mint három medencében legyen ilyen előre foglalható horgászhely. Aztán a másik lehetőség az a kempingek. Oda telefonálunk, jelezzük, hogy horgászati szándékkal érkeznénk, egy parcéli parcellát bérlünk, ott felállítjuk a sátrunkat a kemping partszakaszán, és akkor onnan is tudunk horgászni. Szintén egy kempingben nyilván adott minden egyéb feltétel, ami kell. És akkor van a harmadik, ami önkormányzati partszakasz, tehát mondjuk beszéljünk strandokról például. A lényeg, hogy Balatonon bárhol lehet a behúzós módszer gyakorolni, tehát lehet behúzva horgászni. Viszont csak úgy nem állíthatom föl a sátramat bárhol. Tehát fontos, hogy ha leülök mondjuk egy strandra, akkor mindig azt a területet kezelő vagy területet üzemeltető személynél, szervezetnél érdeklődjük meg a sátorozás feltételeit, kérjünk rá engedélyt, hogyha esetleg egy közterület felügyelő érkezik, akkor meg tudjuk neki mutatni, hogy mi az önkormányzattal ezt leegyeztettük, és megengedték, hogy itt felállítsuk a sátrunkat, és úgy horgászunk. Úgyhogy a Balatoni Horgász Turisztikai Adatbázisban az összes ilyen horgászható partszakasz be van jelölve piros vonallal, és akkor ott látjuk, ha rákattintunk erre a kis piros vonalkára, akkor milyen település az önkormányzathoz tartozik az a partszakasz, és akkor tudjuk, hogy hova forduljunk sátorozás ügyében. Van egy személyes tapasztalatom is ezzel kapcsolatban. Nem tudom, most már hány évvel ezelőtt, talán 2 évvel ezelőtt én is egy ilyen önkormányzati strandra szerettem volna elmenni horgászni, és vettem a bátorságot, felkerestem az önkormányzatot. Ott egy nagyon kellemes hangú úrral tudtam beszélni, aki biztatott arra, hogy bátra jöjjünk, és érezzük jól magunkat. Én személyesen is egyébként bementem az önkormányzatra, ahol kiállítottak nekem 2 darab papírt. Az egyik szólt a magáról a behajtásról, tehát hogy autóval behajtatok a területre, természetesen kipakolok, és utána kiállok a kijelölt parkolóba. Illetve a másik, hogy ott valóban folytatok ilyen nemű tevékenységet, sátrazhatok, nyugodt szívvel használhatom a mosdót, használhatom a áramvételi lehetőséget, mert azért valljuk be, az áramvételi lehetőség nagyon fontos szempont, ugyanis a Balatonon, ha megy a hal, pedig általában megy a hal, minek úgy köszönhető nektek is, nagyon sok hal van most már a Balatonban, tehát rengeteget kell menni, küzdeni, dolgozni a vizen, és hát azért kell az akkumulátor. Hát igen. És sajnos nem tudom, nekem sincs, meg nem tudom, kinek van egyáltalán arra kapacitása, mint súlyban, mint anyagiakban, hogy elhozza magával 10 akkumulátort. Tehát tényleg mondhatjuk azt, hogy bátran ajánljuk ezt a lehetőséget, mert tényleg minden adott ahhoz, hogy egy sikeres horgásztúrát tudjunk magunk mögött. Meg hát amit érdemes megemlíteni, egy példát is erre, egy konkrét példát amellett, amit most elmondtál. Ti is horgáztatok Keszthelyen tavaly márciusban. Az például a Helikon strandon volt, ott is egy önkormányzati partszakaszról beszélünk. A Helikonon és a Libás strandon két-két foglalható behúzós horgászhely van. Fontos megemlíteni, hogy ez egy jól bevált gyakorlat, amióta elindult, probléma nem volt semmilyen oldalról sem. Van egy terület használati szabályzat, amit betartanak a horgászok annak érdekében, hogy rendezett körülmények között folytassák a horgászatot, tehát nincsen probléma szemeteléssel, viselkedéssel, stb. Odafigyel a horgász is rá, mert ez mindenkinek érdeke, hogyha van egy ilyen lehetőség, akkor ezt rendesen használjuk ki. És ez egy jó példa lehet a többi településre nézve is, hogy ez tényleg rendesen működik, nincs vele probléma, tudunk lehetőséget biztosítani a horgászoknak, a fürdőszezonon kívül is van élet a Balatonon, jönnek a horgászok, és hát az sem egy utolsó szempont, hogy aki eljön ide tavasszal, jól érzi magát, egy nagyon jót horgászik, akkor valószínűleg nyáron a családdal esetleg visszajön mondjuk nyaralni is arra a településre. Tehát ebből minden fél tud profitálni. Nagyon jól mondod, ugyanis én is csak, tehát a videó célja is magában egy kicsit az volna, hogy sarkaljuk úgymond az önkormányzatokat is, hogy szálljanak bele ebbe a játékba, úgymond.
Mi például, ha eljövünk horgászni, szinte minden nap rendelünk valonnan kaját, kihozzák, kifizetjük. Tehát tényleg nem azt mondom, hogy mind a fürdőzők, de mi is egy fontos objektum vagyunk, úgymond egy önkormányzat számára a holt időszakban. Amit azért érdemes kiaknázni, és hadd ne mondjam, hogy 66 ezer hektáron mennyi a hely van, mennyi a önkormányzat van, akik ebből esetleg profitálhatnak. Így van. Tehát tényleg jó volna ezt egy kicsit úgy bővíteni, meg azért bízom benne, hogy az idő előre haladtával azért ez fejlődik ez a dolog. Igen, igen. De egyébként, ahogy említettem, is dolgozunk folyamatosan a foglalható helyeken, ami nem csak önkormányzati partszakasz, hanem akár egy magánszemély is, aki kiadná úgymond a saját partszakaszát horgászati céllal, tehát ez a lehetőség ez mindenkinek adott, és mindenkinek jó is. De nyilván, ha jól értelmezem, ti azért nyitottak vagytok erre, mert én azért minden alkalommal feljövöm a Wikit, minden szabadatra jövök horgászni, egy kicsit érdeklődni, ez is egy olyan fórum, amit meg kell lovagolni. Igen. Tehát igazából fontos arról beszélnünk, hogy ragadjuk meg azt a lehetőséget, azt az alkalmat, amit az internet kínál nekünk, mint kapcsolatfelvételben, mint információ szerzés céljából. Bátran jöjjünk a Balatonra horgászni, mert sok emberben tudod, az van ember, hogy ott olyan nehéz horgászni, hova ülök, hogyan lesz. Valóban ez még azért fejlődni fog. De azért nem ilyen nehéz. Tehát igazából tényleg elindulunk egy úton, és tényleg mi eltökéljük azt, hogy eljövünk a Balatonra horgászni, akkor el tudunk jönni a Balatonra. És ez a leges legfontosabb. Viszont Miki, ami még nagyon sok embert érdekel, köztük engem is, mi halakat tudunk fogni a Balatonban? Egy kicsit beszéljünk, hogy rekordlista, pontrekordlista, egy kicsit azért nagyon széles a alfóna, meg hogy őszinte legyek hozzád ilyen pontjukat, mint amik ma a Balatonban élnek, szerintem példátlan. Kicsit beszélj erről, az embereket az érdekli. Igen, hát én is pontyhorgász vagyok, hogyha szemezek egy vízterülettel, most általánosságban beszélve, ha már tudom, hogy mik a szabályok, tudom, hogy hol fogok horgászni, akkor a következő kérdés, ami felmerül bennem, az, hogy na de mégis milyen halakat foghatok, mire számíthatok. Ugye 15 óta megy a beúzós horgászat a Balatonon, 2015 óta, azóta számos kapitális példányt fogtak a horgászok, illetve jó visszacsatolás erről a két nagy bojlis verseny is, ami tavasszal, illetve ősszel kerül megrendezésre minden évben, és egyre több kérdést kaptunk arról, hogy de mégis valami statisztikát vagy számot tudunk-e arról mondani, hogy mondjuk hány 20 kg-nál nagyobb halat fognak a Balaton, pontyot a Balatonban, mert pontyhorgászok vagyunk, tudjuk, hogy ez a 20 kilós szám, ez egy ilyen misztikum, nem? Egy ilyen misztikum számunkra, egy ilyen álomhatár, hogy tudjunk ekkora halat fogni, és pontosan ezekről a 20 felettiekről sok kérdés jött, és tavaly januárban beletettük a beúzós horgászomba, hogy a 20 kg-nál nagyobb pontyokat kötelező bejelenteni. Ennek is van egy menet, hogy kell ezt bejelenteni, a Bojdi Balatonon olvasható, van erre egy külön felület, ott mindent megtalálnak a horgásztársok. És tavalyi évet úgy zártuk, hogy 63 darab 20 kg-nál nagyobb pontyot jelentettek be a behúzós horgászok. Tehát ebben a bejelentésben nincs benne a nagyon sok parti, csónakos, illetve vitorlásos horgász. Tehát vélhetően ez a szám ez nagyobb lenne, illetve azt is meg kell említeni, hogy a tavalyi évben ősszel annyira nem ment a ponty a Balatonon, mint szokott, de hát mindenhol vannak ilyen időszakok, valamikor jobban megy, valamikor nem. Tehát én azt mondanám, hogy ha ősszel is ugyanolyan jól ment volna a ponty, mint tavasszal, tavaly, akkor az a százas szám az meg lenne. És nem beszéltünk arról konkrétan, hogy és mekkorákat fognak, tehát 20 feletti oké, de mekkorákat. A hivatalos pontyrekord az már 30 kg felett van, ez egy nagyon szép hal volt, nekem volt szerencsém fotózni ezt a halat, sőt, ami érdekes, hogy többször is, ugyanis ezt a halat többször megfogták az északi parton, a középső medencében, viszont nagyon sok olyan 20 kg-nál nagyobb hal van, ami teljesen újként mutatkozik, például idén márciusban volt egy hal, 27,8 kg-val fogták meg, szintén az északi parton. Erről a hal, ez egy nagyon nagy hal, de erről nem láttam képeken, mert jönnek el egyre-egyre. Ugyanis külön adatbázist vezetünk ezekről a nagy halakról, speciális eljárás alapján azonosítjuk őket, tehát tudjuk arról az adott halról, hogy ezt már fogták meg, vagy nem fogták meg, külön vezetjük őket, nagyon fontos halőrzési szempontból is ez, illetve azért, hogy
meg tudjuk mutatni ugye a horgászoknak, hogy milyen gyönyörű halak élnek a Balatonban, és hogy jöjjenek ők is, és fogják ki őket. És visszakanyarodva kicsit, tehát vannak visszatérő vendégek, vannak teljesen érintetlen példányok, meg vannak olyanok, amik folyamatosan növekednek és benőnek 20 kg fölé. Úgyhogy szépen gyarapodik az állomány ilyen téren is. Illetve még engedj meg egy érdekességet, amit hadd mondjak el, hogy vannak olyan nagy halak, csak a nagyokról beszélünk most, amik olyan teritoriális viselkedést folytatnak, tehát a visszafogások azok mindig egy adott térségből érkeznek, de például tudok olyan nagy halról is, mondok egy példát tavalyról, 26 kilós ponyvról beszélünk, az IBCC legnagyobb hala volt, 26 kilóval Alsóörsön, aztán jött szépen körbe a keleti medencében, megfogták akaratján, akkor 27 kilóval, ez mind áprilisban volt, ez a két fogás, és egy hónapra rá májusban Balaton Györökön, a nyugati medencében fogták. Ugye sok kilométer van a lábában, ugye? igen. Úgyhogy ő egy ilyen vándorló típus, de vannak ilyen helyi nagy halaink is. És hát és évről évre több a pozitív meglepetés a nagy halak terén. Megpendítettél egy húrt bennem, miszerint beszéltél itt északi oldal, déli oldal, középső medence. Bennem is többször felmerül ez a kérdés, hogy melyik medencébe horgásszak, milyen időszakban. Ugye itt említetted a tavaszt és az őszt. Melyek azok az időszakok és melyek azok a medencék, ahol egyes időszakokban érdemes próbálkozunk? Alapvetően keleti irányból haladunk nyugat felé, minél nagyobb halsűrűséggel találkozunk. Ennek nagyon egyszerű oka van. Egyre több a befolyó, ha ilyen irányba haladunk, és egyre nagyobb a tápanyag koncentráció. Ez nem azt jelenti, hogy a keleti medencében nem lehet halat fogni, ott is lehet szépeket és nagyokat is fogni, mert onnan is vannak regisztrált nagyfogások, de aki először érkezik a Balatonra, neki mindenképp a középső vagy a nyugati medencét ajánlanám ugye a halsűrűség tekintetében. Aztán ami egy másik fontos kérdés, hogy tavasszal és ősszel melyik oldalra üljek le horgászni, nagyon fontos az időjárás, azt figyelni, ez legfontosabb nem csak a Balaton, hanem minden más vízterületen, hogyha horgászatról beszélünk, ugyanis a déli oldalra én akkor ülnék le tavasszal, amikor már ilyen 13 fok és fölötte van a vízhőmérséklete, akkor a halak inkább a parti zónákban tartózkodnak a felmelegedő víz miatt, viszont ez alatt akkor meg inkább az északi parton, a mélyebb vízben próbálkoznék, vagy pedig a déli parton a mólókról. A déli parti mólon nyilván ott nem fogunk több napos pecát végrehajtani, de dobba is érdemes nyilván dobós módszerrel horgászni. Főleg akkor, hogyha ahol éppen elfoglaljuk a helyet és elkezdünk horgászni, egy jó szembeszél van, akkor a dobós módszer ez kifejezetten eredményes tud lenni, és szép számmal lehet fogni a nagy halakat így is. Nagyon sok ismerősöm fogott itt így több 15 kg fölötti pontyot dobva. Ugye az valljuk be, és hozzátartozik a beszélgetésünk témájához, hogy a Balatonra érkező horgászok felkészültsége nem mindig helytálló. Tehát beszélek itt arról, hogy mindahogy elébe kell mennünk a dolgoknak, és információkat kell gyűjtenünk arról, hogy hogyan tudunk horgászni, így arról is információkat kell gyűjtenünk, hogy mik azok a folyamatok, amiket be kell tartanunk. Tehát felszerelésről beszélek itt elsősorban, tehát tényleg kell egy csónak, motor, tehát aki behúzós módszert választja nyilván, illetve a biztonsági felszerelések. Igen. Ugyanis ez egy óriási víz. Ez egy 66 ezer hektáros víz, ahol azért a szél nagyon komoly hullámokat tud korbácsolni, és fel kell készülnünk fizikálisan is, úgymond, arra, hogy a Balatonon horgászunk. Mit tudsz te erről, vagy mi? Van erről valami jó, vagy esetleg rossz élményed ezzel kapcsolatban? Rossz élményem nincsen, ugyanis azért aki a Balatonra eljön, amit említettük, tájékozódjon, nagyon fontos, és tényleg készüljünk minden körülményre, tehát legyen egy olyan csónakunk, amivel biztonságosan vízre tudunk menni, például ezek a gumicsónakok, amik a piacon kaphatóak, tökéletesekre, legyenek benne a kötelező felszerelések, gondolok itt mentő, mellény, vízmerő, horgony, lámpa, de ezeket egyébként ennek leírását a balatonihal.hu oldalon, csónakázás szabálya a Balaton címszó, szépen fel van sorolva, hogy mik kellene, tehát ez legyen benne a csónak. Meg
fontos, hogy egy jó masszív sátorral készüljünk pont az erős szél miatt, ami tényleg stabilan állott, illetve olyan felszerelésekkel érkezzünk azért, amik bírják azt, hogy adott esetben be kell húzni 400 méterre egy jó orsó, stb. De ezek ilyen részletkérdések, nem több százezer forintos dolgokra kell gondolni, csak olyan eszközökkel horgászunk, amikben megbízunk és tudjuk, hogy alkalmasak erre. Úgyhogy a felszerelések terén ennyi, és hát a viharjelzés, amiről mindenképp érdemes beszélnünk. Április 1-től ugye viharjelzés van a Balatonon, másodfokú viharjelzésben nem szabad vízre menni, első fokban már szabad, de akkor 500 méteres távolsági maximum. A déli parton amúgy is csak 450 méterig húzhatunk be, maximálisan az északin 350-ig. Ez fontos, és azt tanácsolom mindenkinek, hogy igen, ahogy említetted, előfordul, hogy nagy hullámok vannak, ahogy tegnap mit is meséltél, hogy mondtad, hogy nagyon nagy volt, és nem mentél vízre. Így van, pedig csak elsőfokú viharjelzés volt. Ugye ami nagyon fontos, és tudni kell, hogy elsőfokú viharjelzésnél 45-öt villanik percenként, másodfokúnál 90-et. Ez egyébként nagyon jól észrevehető, mert nagyon jók a lámpák is, meg tényleg azért az ember érzékel, hogy milyen gyorsan villog az a lámpa. Érdekes módon elsőfokú viharjelzés volt, de olyan szintű hullámok voltak, hogy megállt parancsoltam magamnak. Pedig én azért elég elkötelezett vagyok, meg... Még párszor már voltál vízen, azért a Balaton. Így van. És megmondom őszintén, olyan hajnali 3 órakor volt a kapásom, és 5 óra 30-kor feljött a nap, kicsit csillapodott a szél, akkor szálltam vízre, és sikeresen megszákoltam alatt, ami azért nagyon fontos. Igen, hát hál' Istennek. Igazából szerintem egyetértünk abban, hogy mindenkit arra sarkallunk, hogy egy kicsit kezdjük meg előbb a horgászatot, mint a vízpartra érünk. Gondolok itt arra, hogy ne bevágódjunk az autóba, utazzunk le a Balatonra, azt dobjuk be a botjainkat, hanem egy kicsit informálódjunk, egy kicsit beszélgessünk, egy kicsit járjuk körbe a témát, mert hogyha mindezt megtesszük, akkor lesz egy szuper helyünk a Balatonon, igen. Tele információkkal, és nagy eséllyel siker lesz a horgászat vége. Igen, hát lehetőség az van. Érdeklődjenek bátran akár tőlünk is, sőt tőlünk mindenképpen érdeklődjenek a horgásztársak, nagyon szívesen segítünk, és mindenkit várunk szeretettel a Balatonra, mert tényleg itt a pontyhorgászat nem hasonlítható semmi máshoz. Ez nagyon egyedülálló, itt olyan élményeket szerezhetünk, ilyen gyönyörű pontyokat máshol nem lehet fogni, illetve olyan feeling van itt a vízparton, amit szintén nem lehet máshoz hasonlítani, úgyhogy tényleg én azt mondom mindenkinek, hogy ezt élje át mindenki, ezt rád kell élni, és fogjanak ilyen gyönyörű balatoni pontyokat, és akinek egyszer ilyenben része van, ő biztos, hogy vissza fog térni a vízre. Miki, talán egyetértünk abból, hogy órákat tudnánk erről a témáról beszélgetni. Ez biztos. Meg én szerintem a felvétel után fogunk is, de úgy szokják mondani, a műsoridőnk lejárt, persze nincs ez így, de Miki, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és tényleg beszélgettünk erről. Úgy érzem, hogy tényleg számomra is adtál pár olyan választ, ami nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy tényleg mindenki Balaton, pecázzunk és fogjunk szép pontyokat!